A Vasvári Diák Színpad Csizma Diamáté Noel, Kutasi Bálint és Bence Zoltán rendezésében mutatta be Gáli József tragikomédiáját az Igézőben. A tragikus sorsú drámaíró 1971-ben írta meg Válás Veronában című darabját, amelyet mind a kecskeméti, mind a budapesti bemutató előtt letiltottak. A darabnak az alap gondolatai meghatározóak voltak a számunkra, és a teljes cselekmény elképesztő hatással volt ránk, és azt, hogy az eszményrendszereket, az eszmét mennyire le tudja dönteni az üzlet, és mennyire az érdekek a fontosak, ezt szeretnénk megmutatni. A történet a 20. századi Veronában játszódik, ahol 10 évvel a darabbeli cselekményt megelőzően egy archeológus megtalálja a legendás szerelmes pár kriptáját és kiássa a halottakat. Rómeó és Júlia életre kelnek, és immár 10 éve élnek házasságban. A város vezetése az eszményi szerelem halhatatlanságát saját politikai hatalmának legitimizálására használja. A szépsége a darabnak, hogy nyilván ma játszódik, mai problémák szerepelnek benne, és hát számomra eredeti, hogy a régi Júliából tettek át elemeket, viszont mai formában vegyítve. Városunkban mindenkinek jogában áll a törvények előírta módon házasságot kötni és elválni. A darab napjaink egyik legizgalmasabb mondani valóját tárja elénk. A néző és a szereplő egyaránt viszont látja a bizonyosságot abban, hogy a társadalom métejezett valósága korról korra töredékesen, de megmutatja, nem mindig elég az emberi tisztaság és az akarata jóra. A szerepben azt éreztem nagyon érdekesnek, vagy hát így a magam szempontjából, hogy azt, amit a Shakespeare műben olvashatunk, azt így teljesen a magam képére formálhattam. Tehát ezen a ponton Rómeó egy ilyen életet unt, kiégett, kissé, tényleg bizonytalan ember, akinek tényleg az, minden, ami körülötte van. Gáli József a dráma születésekor írta. A konfliktust akár csak a 16. századi eredeti műben Rómeó és Júlia engedetlensége okozza. A modern szituációban azonban lázadásuk indítéka nem a szülői akarattal való szembekerülés, a mindent elsöprő igaz szerelem, hanem a hatalom befolyásával és ellenőrzésével való szembefordulás, ami üzenet a mának is.